A Városháza bencs termében közös eskütétellel kezdődött a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek munkája, majd ezután vehették át megbízó leveleiket a megválasztott képviselők. A nemzetiségi önkormányzatok működését és jogait az alaptörvény biztosítja, így 5 évente ők is képviselőket választanak és önkormányzatot alakítanak. Magyarországon 13 bejegyzett és elfogadott nemzetiség van, Nyíregyházán 7 nemzetiségi önkormányzat alakult meg, roma, szlovák, német, örmény, ruszin, lengyel, és azt hiszem, hogy meg is van a 7. Magyarország alaptörvényének 2012-es hatályba lépésével a nemzeti és etnikai kisebbség fogalmát a nemzetiség kifejezés váltotta fel. Eszerint nemzetiségnek tekintjük azon népcsoportokat, melyek legalább 1 évszázad a Magyarország területén élnek, a lakosságon belül számszerű kisebbségi közösséget alkotnak, a lakosság többi részétől saját nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik különböztetik meg őket, és összetartozást tudattal bírnak. A nemzetiségi törvény egyértelműen meghatározza azokat a jogokat, amelyeket gyakorolhatnak. Itt leginkább azt tudjuk kiemelni, hogy a nemzetiségi önkormányzatokon keresztül a nemzetiségek az identitásukat meg tudják őrizni, hagyományaikat, tradícióikat ápolhatják, és azokat a közösségeket, amelyeket egyébként itt megőriztek Nyíregyházán is, azokat be tudják vonni ezekbe a tevékenységekbe. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy Nyíregyházán mind a 7 nemzetiségi önkormányzat nagyon hasznosan és nagyon sikeresen működik, hiszen egyikük sem most alakul meg először, hanem az elmúlt években, évtizedekben komoly hagyományokkal rendelkezik. A ceremóniát követően a nemzetiségi önkormányzatok munkához is láttak, megtartották alakuló ülésüket és vezetőket is választottak maguk közül.